lenyűgöző és egyben vérfagyasztó dolgokat hallottunk itt ma délelőtt, úgyhogy én egyik ámulatból a másik ámulatba estem. Persze egy picit el is szomorodtam, mert azért itt elég ijesztő dolgokkal szembesülünk, úgyhogy így a vércukor és az oxigén szintünk csökkenésével, mert ugye itt a teremben mind a kettő csökken most már délfelé. Egy viccel kell kezdenem, amit itt az előbb Gönczi Gábor kollégám osztott meg velem, ugye? Mit lehet mondani ilyenkor? Hát bejön a beteg és megkérdezi, doktor úr, mondjon valami biztatót. Hajrá, Kovács néni! Nos, hát ennyit előjáróban, és hát ugye még egyszer meghajolva, rengeteg tudomány előtt én nekem nincsenek ilyen szép dolgok a tarsolyomba, viszont azt gondolom, hogyha mindazt, ami itt elhangzik, és amit önök tudnak, én kevésbé azt valamilyen módon társadalmiasítani akarjuk, mert ez a fontos, vagy ez is nagyon fontos, akkor tanítanunk kell, hogy mit és miért. Hát ebben a kérdésben menjünk akkor egy picit előre. Tehát először is miért? Miért kell nekünk itten oktatást ragozni állandóan? Hát azért kérem szépen, mert ez egy hedonista évszázad, főleg a mi környékünkön, ezt azt gondolom, hogy nem kell nagyon magyaráznom. Amikor lépten nyomon a korlátlan jogok és az el, illetve fel nem ismert kötelességek nap mint nap szembesítenek bennünket a helyzet és a társadalom lehetetlenségeivel, a törpe minoritások hangoskodó szuperidiotizmusával szemben a közérdekkel, és azt ne soroljam hosszasan, nem akarom az időt ezzel rabolni, de egy biztos, az ember mindaddig méltatlan az élővilágban általa kijelölt és elfoglalt szerepre, amíg csak nyilatkozataiban óvjan, azt tetteiben minden nap pusztítja. Ugye elhangzott itt a bevezető előadásban a riói konferencia és annak a negatív következménye, mindenben nem a konferencia tehet, hanem ez a történet, azt gondolom, elgondolkodható. És hogy hát, ha ilyen helyzetben vagyunk, akkor azt gondolom, hogy ki kell menni. Mielőtt megmondanám, hogy hogyan vagy miképpen, nézzük meg, hogy mi mindennel kellene kimenni, illetve mi minden az, ami bennünket kényszerít. Itt van-e mindjárt legelsőképpen ugye az elhízás, láttunk itt egy fényképet az egyik előadónál, ott a gyerekeket láttuk, hogy néznek ki, és ugye én 29 évig voltam falusi körorvos, és amikor azt mertem mondani, a pácientúrámban valakinek, mikor már egy éves volt a csecsemő, olyan helyen dolgoztam, ahol valóban családorvoslás zajlott, tehát ugye a nullától a 100 évig, akkor ugye jöttek az újszülöttek, és akkor hozták az anyukák az oltásra, mert mindig is mondtam, hogy picit most vegyünk vissza a kajából, vagy ne, máshogyan etessük, egy-két éves gyerek, stb. Másnap bejött a nagymama a rendelése, és úgy lebarnított, mint a pengős malacot, mondván, hogy de doktor úr, hát végig jól néz ki az a gyerek, maga meg itt mit magyaráz? És halálosan föl voltak háborúzva, amikor az ember megmerte jegyezni, igen, de hát ennek az összes következményét a maga fájós térdével együtt, kedves Kovács néni, mert magán azért fáj a térde, mert 20 kilóval több van, mint amennyi tervezett rá. Jóisten, akkor meg nem értették meg. Ugye a vércukor problémák és az egész diabétesz, ami egy olyan világjárvány jelen pillanatban, hogy egyes negatív szenáriók szerint nem csak az antibiotikum lesz probléma, hanem éveken belül az inzulin hiány is egy problémája lesz az emberiségnek. Jelzem, hogy bizonyos kontinenseken jelen pillanatban is nagyon nagy probléma az inzulin hiány ahhoz képest. Az élvezeti szerek. Hát nagyon jól tudjuk, hogy a dohány, az alkohol, a kábítószerek használata. Nem szeretnék ezekben mélyen belemenni, azt gondolom teljesen felesleges önöknek ezeket elmondani, de amikor az egészségnevelésről beszélünk, akkor ezekről meg kell emlékezni, mert humán oldalon ezek óriási problémát jelentenek mindegyik, és az én feladatom ma nem csak az, hogy a zónózisok keltette ártalmak elleni egészségtan oktatásról beszéljek, hanem általában mi mindenről lehetne beszélni, és gyakorlatilag a teljesség igénye nélkül. De itt vannak a pszichés terhelések és a pszichés túlterhelés. Ugye nekem van 5 gyermekem, abból a harmadik Isten adta, az pszichológusnak állt, ráadásul felesége és pszichológus, és azt mondtam neki, legnagyobb tiszteletem mellett egyébként már nagyon szeretem, és egyébként egy jó szakember lett belőle, azt hiszem, nem az én, mert az én gyerekem becsületesen tanult, de egyszer ebéd közben azt mondta neki, hogy tudod, édesfiam, azért a ti szakmátok az tulajdonképpen azért virágzik ma a 21. században, mert az emberiség olyan hülyeséget talált ki magának, hogy annak a kezelésére szükséges ez a szakma. 125 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt nem igen volt a pszichológusok, legrosszabb esetben elmentek a plébánoshoz vagy a rabbihoz, kinek kedve szerint, de nem kollott ez a sok marha nagy lélekgyógyászkodás, mert nem csinált magának annyi lelki baromságot
az emberiség, amivel ma szembesülünk, ugye csak itt a virtuális virágra tessék gondolni, meg a számítógép okozta ártalmakra, meg arra rengeteg álhírre, amivel ugye fertőzik ma ugye a gyermekeinket, meg a védtelen ifjúságot. Nem csak ugye biológiai kórokozók léteznek a világon. Kicsit belemenve a táplálkozásba, mit eszünk és mit iszunk? Hát erről elég sok szó volt, nem beszélnek róla, de azt is, hogy mit kellene ezzel szemben. Ugye nagyon jó, hogy engem felkészítettek itt a kollégák erre az előadásra egy picikét, és most beleártom magam olyasmivel, amihez nem igazán értek, de amit tudom, hogy tanulni kellene és tanítani. Hogy kérem szépen, a nem megfelelő növényvédelmi tevékenység, a túl növényvédő szerezés egy nagyon nagy probléma. Azt tanították nekem az okos emberek, hogy ha rendesen és szakszerűen és hozzáértő módon végeznék ezt a munkát, akkor ugye annak a sok szernek a kétharmada is elég volna. Ugye, elnök úr, jól mondom, mert ezt tanultam tőled. Aztán ugye, hogy a biotermékekkel vigyázni kell. Én nem szégyellek tanulni, hát az ember jobb a poltik tanul, én meg még talán... Bár sose álltam olyan közel a halálhoz, de Isten tudja, mint ma, ez persze mindenkire így vonatkozik. Tehát ugye, hogy a bio, ami nagyon szép, ami nagyon tetszetős, az biztos, hogy nem biztos, hogy annyira bio, mert a biót inkább egy kicsit megrágja a kukac, ettegye meg a fene, de az talán inkább bio, ki tudja. Aztán, hogy nem biztos, hogy a legbióbb a legjobb, és hogy a hazai termékek érdemes preferenciája még mindig egy fontos dolog, mert Magyarország azért olyan tekintetben nem áll rosszul, hogy a vizsgálatok akár a hatóanyag maradvány ügyében, akár egyéb módon ellenőrzés jobban megoldottak, mint a nem tudom én honnan importált szerek a világ különböző szere elejéből, és ugye itt az előttem szóló előadó, aki volt engem szíves többször megtisztelni azzal, hogy néven nevezett, hát én csak lenyűgözve hallgattam az ő brilliáns előadását, és abban ledöbbenve azt ugye, hogy például hallom, hogy a világ több helyén a különböző állatoknak az etetése az antibiotikummal folyik, meg itatása folyamatosan azzal folyik, hát akkor ugye nem nyilvánvaló, hogy nem mindegy, hogy milyen maradványok vannak és honnan jönnek. Ugye? És hát a hazai növényvédelem tudomásom szerint jelenleg nem használ antibiotikumokat, de mint látjuk, hát az állatok viszont igen, és hát az állatot is megesztük eléggé, hogy is mondjam, hát mészáros módon én egyébként nem vagyok vegetáriánus, véletlenül sem, tehát én még a marhahúst is nagyon szeretem, sőt. Nos, aztán ugye a másik, hogy hát lehetőleg azt is tanítják, bár egyre kevésbé megy a nagy kereskedelmi nyomások közepette, hogy mindennek van szezonja, akkor kéne enni, amikor azt a természet megtermeli, és nem akkor, amikor a gyárakban megtermelik, bocsánat, vagy a fóliában. Aztán, hogy és hát itt a legfontosabb dolog, és örülök neki, hogy ezekről ma délután nem sok szó esett, mert én azt hittem, hogy mire szóhoz jutok, már ez mind százszor el fog hangzani. Hát volt olyan mázlim, hogy nem, úgyhogy legalább nem ismétlem az okosságokat, hogy hát a kereskedelmi ellenérdekeltség, és mindaz, ami ma délelőtt elhangzott, annak a jó részében a problémáknak a motivációja, akár az antibiotikum használat, akár a többi, GMO vagy nem GMO és egyebek, kőkemény biznisz van mögötte a legkülönbözőbb deviációs szándékokkal, aminek a végeredmény és a végértéke az, hogy ide a zsebembe mi legyen benne, hogy közben mi lesz azzal a két gyönyörű gyerekkel, mint az én unokáimmal, azt a jó Istent nem érdekli, de főképpen nem érdekli azokat, akiknek a biznisz a fontos. Ugye nem termelünk GMO-t, ez elhangzott, mert hiszen az alkotmány is ezt rögzíti, ugye, de nem tilos például importálni, ugye ott van a szója kérdése, abban például ugye megjelenik azért a GMO. Nem megyek be ennek a lényegébe, itt tudományosan elhangzottak pro és kontra érvek, én ehhez igazán nem értek, de az biztos, hogy a hústermékekben azért sokszor ilyen tekintetben az olcsóbb, a drágább, tehát hogyha valaki nagyon minőséget akar, akkor inkább nyúljon kicsit mélyebben a zsebébe. Kérdés, hogy ki az, aki ezt megengedheti magának. Aztán itt van a közétkeztetés kérdése, amiben most azért Magyarország, és ezt mondjuk el itt ebben a körben is, hogy egy jó irányt vett, és tegnap délelőtt is, vagy reggel éppen a Kossuth Rádióban volt erről egy nagy interjú. Ugye, hogy kontrolláltan, hazai alapanyagokkal, korszerűbb módon megfőzve, és miért hozom ezt ide? Azért, mert ennek is van egy oktatási értéke. Ha a pedagógus el tudja fogadtatni a menzán a gyerekkel, hogy edd meg, amit kaptál, és az jobb, mint amit 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt adtak nekünk a menzán, amikor egyik nap grízes tészta volt, másik nap grenadérmars, ami egyébként notabene nem antibiotikummal terhelt, viszont állati hízlaló, akkor ezzel lehet, hogy egy olyan fajta étkezési szokást tudnak bevezetni, ami szembe megy az otthoni valahol, még mindig ezek a legdivatosabb ételek, ugye.
Hát aztán itt van az antibiotikum használat kérdése, amiről itt volt szó bőségesen, én csak annyit szeretnék mondani, ami nem hangzott el, hogy ez egy rendkívül komoly világprobléma. A CPMA és a VMA, ez a két nagy orvosi szervezete a világnak, az első az az Európai Orvosok Állandó Bizottságát takarja, a másik pedig az Orvosi Világszövetségét, mind a kettőben többek között szerény személyem képviseli Magyarországot most már évek óta. Vezető téma, minden ülésen vezető téma az ezzel kapcsolatos aktivitás, a tevékenység, a kutatás és a kampányok, és minden egyéb ezzel kapcsolatos kérdés. Itt ugye hozzá kell tennem, hogy az antibiotikum használatnál, ahol egyébként azt tudjuk valójában, és ez a legnagyobb probléma, hogy igazán új molekula gyakorlatilag a penicillin feltalálása óta kis túlzással persze, de nincsen, tehát nagyon komolyan kimerülőben van a kutatás ilyen tekintetben, és nagyon új irányokat kellene, hogy vegyen. Ennek megfelelően ugye világjárványt vizionálnak legkésőbb 2050-re, és ahogy ez szintén ma elhangzott, fenyegetnek azzal, hogy többen fognak meghalni fertőzésben, mint rákban. Ami azért azt gondolom, hogy elég ijesztő, mert eddig a pestisről, meg a fekete himlőről ugye csak könyvekbe olvastunk, meg különböző filmekben láttunk, de nem éltünk meg. Ugyanakkor, és ez megint nem hozott meg, az Európai Unió számos országában a mai napig is vén nélkül lehet antibiotikumot kapni. És például egy friss felmérést olvastam a múlt héten az interneten, pont Romániáról volt szó. Romániában a vén nélküli antibiotikum használat körülbelül a lakosság egyhatodában megjelenik, illetve pontosabban nem a lakosság egyhatodában, hanem az antibiotikum használók egyhatoda úgy használja, hogy vén nélkül, tehát orvosi javaslat nélkül, és nagyon érdekes, hogy ez éppen a szegényebb populációban jellemző. Ez engem is meglepett, de ezt most az interneten olvastam, amikor készültem el az előadásra, hogy pontosan a viszonylag szerény jövedelmű rétegben gyakoribb a ellenőrizetlen antibiotikum használat. És sajnos az antibiotikum rezisztencia kialakulásában a humán orvoslás és a humán felhasználás kőkeményen benne van. Gyerekgyógyászatban különösen, hát én eredetileg fülorgégész voltam vala, még a múlt század 80-as évei elején, és már akkor rengeteg küzdelem volt abban a tekintetben, és boxoltunk a gyerekgyógyászokkal, akik akkor nyakló nélkül öntötték az antibiotikumot. Egy kicsit is valakinek megjelent egy kicsit sárgább orváladéka, már ott volt neki az akkor divatos oxibion, meg a pembritin, meg a többi ma már elfelejtett penicillin származék. Teljesen értelmetlenül. Pedig, Isten nyugtassa, az én mikrobiológiai tanárom, a 70-es évek közepén a Semmelweis Egyetemen már bőségesen tanította azt, hogy bizony nem kell minden szíre szóra antibiotikum adni. Tehát már akkor ezt tanították. Rendesen, becsületesen. Alma Maternek dicsőség. Ugye, és ha már használjuk, akkor hogyan használjuk? Ez a másik. Ugye, ne felejtsük el, ennek az előadásnak ebben az oktatás a témája, erről beszélek legkevesebbet, bocsánatot kérek, majd a végén azért lesz róla szó. Rosszul használják az antibiotikumot. Minden betegnek a körzetemben akárhányszor fölírtam, ha fel kellett tényleg írni, először 3 évig harcoltam velük, mert bejött a beteg, és azt mondta, hogy jaj, doktor, meg még kérnék egy doboz tetránt is, mondjuk ez 1987-ben volt. Mondom, azt meg minek magán? Hát, hogy legyen otthon. Mondom, ne legyen otthon, majd a baja van, jöjjön be, adok. Kimegy a beteg, azt mondja a nővér, doktor, ezt rosszul csinálta, és mondom, miért? Hát azt mondja, mert most átmegy a szomszédba, és ott majd fölírják neki. Hát mondom, a lelke rajta a kollégának, a fölírja, én nem írom föl. 3 évig a följelentésig menően ment a balhé a praxisba, viszont utána kialakult egy olyan mikrohelyzet, amiben azt mondhatom, hogy a mai napig, már csak helyettesítek ott, ha valakinek tényleg kell és fölírom, akkor használ is neki. Tehát nem kell 5-ször váltani. Pedig ez csak egy kis mikrokörnyezet, egy 1001 néhány százas praxis, de meg tud, és amikor járvány jön be, tüsszök, köhög, hője meg, jó, tudom, és mondom, lefekszik, iszik, kalmopirin, mézes teje, a vitamin. Elkezdem mondani, az ötödik már mondta vissza. Azt mondja, jó, ne is mondja, tudom. Mond, gyógyszer nem kapok, mondom, nem, ez lesz az. És megszokták, és megtanulták. Tehát lehet hatni. Igaz, hogy először mondom, följelentettek mindenhová, de utána működött, és érdemes volt megküzdeni vele, mert volt eredménye. Tehát, és az is a másik, ugye, hogy ha viszont felírtam, akkor mindenki, de végig be kell szedni. Ez a kulcs mondat. És ezt mindenkinek el kell mondani. És a saját kollégáim jó része is nincs ideje kommunikálni. Itt van 3x2 szedje be, vagy 2x1, mindegy. Harmadik nap jobban érzi magát. Horrib ediktú, azért, mert nem is kellett volna neki antibiotikum. Természet nagy gyógyász. Abba hagyja, már jól vagyok. Megy dolgozni, rá van kényszerítve, nem szedi.
És a rezisztenciának a meleg ágya az ideje korán abbahagyott gyógyszer. Ugye, az első segélyről csak nagyon röviden, amit szintén oktatni kellene, a helyzetfelismerés, az életmentés, tanítják itt-ott-amott az újraélesztés, csak éppen nem mer oda menni, amikor meg kellene tennie, mert a mentalitása hedonista, mert a bátorsága nincs meg, mert a gyakorlata nincs meg, mert ugye az egyéb helyzetek elhárítása egy égésnél, egy vérzéscsillapításnál meg kellene tenni, segíteni kellene egymáson. Ugye sose felejtem el, amikor ez is legalább 20 éves történet, valamelyik nyugati tévécsatornán egy nagyon érdekes riport volt, feleségem hívta fel a figyelmet, ahol egy gyerek, egy ilyen 10 éves forma gyereket megdicsérnek, illetve interjúvolnak, mert a testvérét, ott játszottak a tűzzel, kint meggyulladt a garázs, stb. A gyerek is meggyulladt a testvére, és fogta és eloltotta. Lelökte a földre, és hempergette, és eloltotta a gyereket, a testvérét eloltotta. És megkérdezték tőle, hogy hát honnan tudtad, honnan volt ehhez bátorságod? És azt mondta, hogy ja, mert nálunk az óvodában velünk már azt játszatták, hogy lökd föl és görgesd. Óvodában, torna szerint, azt tanították neki, és elmondták utána, hogy ez azért jó, mert. Tehát nem mindegy, hogy mikor és hogyan. Az oktatás jelentőségére majd még visszatérünk. A légutak szabad átétele végtelen egyszerű, hogy legalább ha elájul, akkor ne fulladjon meg a saját nyelvébe. Ugye? És hát akkor a végén egy pár mondat erejéig időm leteltével, de még van, látom 3 percem, ugye a nevelés kérdése. A családban kell elkezdeni. Tehát az a legfogékonyabb kora a gyerekkor és a kisgyerekkor, az óvoda és a család. Ugye? A példamutatás, az étkezésnél, a szemetelésnél és a többi, kiviszem a szelektív szemet, hogy megértetni, hogy a szabályokat nem a megszegést provokálandó hozzák létre, könyörgöm, nem azért vannak szabályok. Ugye vissza az első diára, nekem csak jogaim vannak, nekem mindenhez jogom, a kötelességem az nincsen semmi. Tessék megtanítani a gyereknek, hogy miért vannak a szabályok. A felelősség fogalma, ugye itt két elv is, a mai elfogadandó elvek között kettő is részletezi ugye a felelősség kérdését. Ugye a hangsúly a felelősségen, a vakcinációra is szó volt. Felelős vagyok a magam egészségért, az általam ellátottak érdekében be kell magamat oltatni. Az előbb említett Európai és Világszervezet, Orvosi Világszervezetnek az egyik legnagyobb kampánya az, hogy rávegye az egészségügyi dolgozót, hogy legyen szíves magát influenza ellen évről évre beoltatni. És nem oltatják be a kollégák. Jó része. Nekem az nem kell, az nem biztos, hogy használ, hát ha bajom lesz tőle, és egyéb ostobaságok halmaza. Antivakcinációs kampányok katasztrofális eredménye a köztudatban. És mi pedig, nagy többség, bocsánat, elnézést kérek, a jelenlévő kivételek, maflamódon hallgatunk. És megijedünk tőle, és nem állítjuk pellengére azokat, akik a tudomány nevében és a DR címüket felhasználva antivakcinás kampányokat csinálnak. Felelősség. Ugye? Ha nem szemetelünk, nem kell szemetet szedni. Példamutatás. Hogyha nem hízunk el, akkor nem kell fogyókúrázni. Bocsánat. És akkor oktatás vagy kampányok, kérem szépen, a legfontosabb. Nem baj, ha vannak kampányok, mert bizonyos rétegeket másképpen, vagy akár úgysem nem lehet elérni. De kellenek a kampányok. De, és itt jön a lényeg. Felmenő rendszerű, tanrendbe illesztett, kötelező egészségtanoktatás, környezetoktatás lenne a kulcs a szebb jövőhöz. Mi ezzel a probléma, kérem? Járom a kanosszát, járom az egymást követő kormányokat, az egymást követő felelős minisztereket. Nincs eredmény. Hülyébbnél hülyébb válaszokat kapok. Bocsánat a kifejezésért. Igen, a járványokat majd a történelembe fogjuk tanítani, a lázat meg a fizikába. Ez szó szerint így hangzott el felelős döntéshozó szájából. Nem viccelek, most idéztem. Idéztem. Pedig az egészségtan oktatása az egy külön szakma, és arra Magyarországon folyik tanárképzés a Pécsi Egyetemen. Ilyen van? Nem mindegy, mert a gyerek, ha fölépítem, az megtanulja. Mi felnőtt marhák, mi már nem, mert ki mi van? Közbizalom hiánya van, ő mondta, hát elhiggyem neki, de nem, mert ez meg azt mondta, hogy meg amaz meg azt mondta, ne, én nem hiszek el semmit, én jobban tudom. Nem. Meg kell tanítani. Ugyanúgy, ahogy senki nem kételkedik benne, hogy ezt, ha elengedem, le fog esni. Miért? Mert egyrészt ezt tapasztalja, másrészt megtanították a gravitációt. Mikor? 10 éves korában. Környezetismeretből. Rendszeresség, életkori sajátosság, és ez érdemi tudatbeli implementáció. Ez a kulcsa az egésznek,
Erre kérem a sajtót, erre kérek mindenkit, hogy presszenelje saját környezetét, akinek van elérése, értse meg a politika, hogy ez nemzeti érdek. Ja, hogy a politika 4 években gondolkodik, ez pedig egy 30 éves program, és hogy a példákat nem követjük, ott az észak-karéliai finn példa, pedig most már 40 éves. Hát kellett hozzá egy fél emberöltő, de lett eredménye, óriási eredménye lett. Óvodáskortól, ahogy említettem, egészségtudatos életvezetés kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.